Megtartotta soros testületi ülését Ócsaváros képviselő testülete. Az ülésen számos település fejlesztési terv mellett szerepelt még az életút program bővítése, esetleges zebrák kialakítása és az útjavítások is. A város polgármestere Bukodi Károly tájékoztatott. Kicsit belehúztunk most, hogy megjött a tavasz. Egyrészt rengeteg napirendünk volt, és napirenden kívül is számos olyan esemény fog történni. A program indul majd a városban, ami mindenkit érint, de nézzük össze a testületülést. Az egyik napirendi pontunk volt az Ócsai Életút programnak a bővítése. Ugye ebben a programban szerepel, mikor az újszülötteknek adunk egy csomagot, aztán az óvodába induló gyerekeket lepjük meg egy másfajta csomaggal, egy komplett első osztályos füzetcsomagot adunk az iskolát kezdőknek, akkor ugye az első lakáshoz jutó fiatalokat is támogatjuk vissza nem térítendő kölcsönnel, és most úgy döntöttünk, hogy időben lépünk egy nagyot, és a 65 év feletti Ócsai lakosokat fogjuk segíteni. Igazából ez abból áll, hogy az önkormányzat átvállalja a 65 év feletti lakosoktól a szemétszállítás díját. Ez egyébként nem automatikus, hanem ahogy a program több pontjánál is, itt is kérelmezni kell. Tehát aki élni szeret, 65 éves elmúlt és élni szeretne ezzel a lehetőséggel, ő majd itt a hivatal recepcióján, vagy pedig a honlapról le tud tölteni egy kérelmi lapot, beküldi, elbíráljuk, és akkor onnantól fogva még fizetjük az ő szemétszállítási díját. Azon éves szinten ezzel is egy jó pár ezer forint megtakarítást jelent majd az idősebb lakosoknak. Van néhány út a városban, ami még nincs leaszfaltozva, és nyilván lehet majd az előttünk álló években is olyan utcaszakasz, amit majd mondjuk mi alakítunk és aszfaltozni kell. Ezeknek a sorsára is döntött a testület. Ugye 2006-ban, amikor a városban a nagy aszfaltozás folyt, akkor ugye az egy olyan konstrukcióban zajlott, hogy egyrészt az önkormányzat fizette, másrészt pedig a lakosoknak is hozzá kellett járulni, akkor egy konkrét összeggel. A testület kidolgozott egy metódikát a következő évek vonatkozóan, tehát ahol aszfaltozni kell, ott ez majd úgy fog kinézni, hogy az önkormányzat felméri a ugye, útépítés, áruképítés és tervezés költségét összeadjuk, plusz a kivitelezést, az összköltségnek a 80%-át állja az önkormányzat, és a 20%-át kell az utcában a lakóknak. Nyilván, hogy ez a 20% majd még le lesz bontva minden egyes ingatlanra, de úgy gondolok, hogy így ketten közösen fogjuk tudni majd ezeket az utcákat aszfaltozni és építeni. Ha már közműfejlesztés, akkor meg kell említeni, hogy döntöttünk abban is, hogy a Lilaakác utcában nincs közvilágítás, öt közvilágítást fogunk építeni. Most a tervezéséről döntöttünk, most tervezőt választottunk. Mivel ez egy rövid utca, így úgy gondoltuk, hogy is haladni kell a korral, meg ugye olyan hírek jönnek, hogy ezt a hagyományos közvilágítási izzókat egyébként az Unió kivezeti majd a forgalomra, és ledes technikára kell áttérni. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezenben a rövid utcában kipróbáljuk a ledes közvilágítást, tehát ilyet fogunk megterveztetni, és akkor reméljük szerint még ebben az évben egyébként kiépíteni a Lilaakác utcában a közvilágítást. Gyalogátkelő közlekedésbiztonságának a növelése. Szintén döntöttünk abban, hogy szeretnénk gyalogátkelőket építeni a városban. Ez érinti az Üllői utat, hogy itt a Martemics utcánál, a Temetőnél és a Kisernő utcánál gondolta a testület, hogy gyalogátkelőket alakít ki, valamint a Falu Tamás utca és a Kisernő utca csatlakozásánál, a Szabadidőközpontnál, hogy ott átmegyünk az iskola fele, és a Falu Tamás utca, Balcsi-Zsilinszky utca találkozásán lett a templom mögött. Ezek voltak azok a gócpontok, amikre most meg gondoltunk. Nyilván ez úgy néz ki, hogy főleg állami útnál most egyelőre kikérjük az úttulajdonos és a közútnak a véleményét, szakvéleményét, és hogy hol engedi, és ahol jóvá hagyja, ott kezdjük el majd a tervezést, és utána a tervek után látva a költségeit fog majd beleállni ezeknek a gyalogátkelőknek kialakításába. Lehet, hogy nem mind lesz ebben az évben, de nyilván az engedélyek, tervek meg lesznek, tehát ezekkel majd tudunk tovább haladni. Utak, ha már az utaknál tartunk, akkor ugye itt a tavasz, a szokásos kátyúzási munkálatok is elkezdődnek. Áprilisban kiválasztottuk a kivitelezőt, hogy hozzáfoghatunk. Azt azért szeretném nézni a Széchenyi utcára, nagy erőket nem fogunk bevetni, hiszen ugye a Széchenyi utcán tart a közbeszerzés, az egész úthálózatot fogjuk felújítani, úgyhogy az azért belőle kátyúzásból kimarad, egy kicsit
kis aszfaltot dobunk oda, de ott azért nem az a nagy szakszerű munka fog véghez menni, mert reméljük szerint itt május végén, június elején teljes út szakaszt fel tudjuk majd újítani. Nyilván sokat számít, ha a térfigyelő rendszer is működik a városban, már pedig működik és jól működik. Ettől függetlenül úgy döntöttünk, hogy még három helyen bővítjük a térfigyelő kamera rendszert. Az egyik az a víztorony környékén lesz, hiszen az még egy olyan kivezető út, már még a földút is, ha már azért, ha netán valamilyen komolyabb bűncselekmény történik a városban, akkor arra még el lehet slisszanni. Most is el lehet majd, de most már ezek után ugye látni fogjuk, hogy ilyen történik. Az elmúlt hetekben az aluljáróban történt valami kis incidens, tűzi játékozta, vagy nem is tudom, milyen hangzavar volt ott, ezért úgy gondoltuk, hogy ide is az aluljáróban is teszünk le kamerákat, hogy ezt azért ne erre használják, hanem valóban csak arra, hogy biztonságosan át lehessen kelni a vasútnál. És gyakorlatilag az Őrház utcához rakjuk a harmadikat, ott illegális hulladéklerakás történik. Ezt szeretnénk felszámolni, nyilván elszállítatjuk majd onnan ezt az óriás mennyiségű hulladékot, és bele egy időben kitesszük a kamerát, és itt tudjuk ezt is nyomon követni, hogy kik azok, akik ide hordják a szemetet, és tudunk majd ellenük eljárni. Ez a három kamera kerül majd ki a közeljövőben a városba. Jönnek a programjaink, ugye ebben az évben is folytatjuk a muskátli vásárt. Április 25-én szombaton lesz itt a hivatal udvarán, vagy a hivatal előtt ez a hagyományos muskátli vásár. Mindenki, aki szeretné szépíteni a kertjét, azokat várjuk, és vegyék és vigyék az itteni virágokat. Lesz az idén is ivartalanítás, ez szintén április második felében történik meg. Úgyhogy dr. Pálinka Attilának köszönöm, hogy ebben az évben is rendelkezésünkre állt, vagy áll, és tovább tudjuk vinni ezt egyébként szükségszerű programot. Fecskefészek, ugye tavaly volt az első névünk, amikor ehhez a Fecskefészek programhoz csatlakoztunk, és aki igényelte, az ugye általunk rendelkezésre bocsátott kis fecskefészket, ez egy kerámia, de vihetett el, és ezzel is mondjuk iránymutatva a visszatérő Molnár fecskéknek, hogy ide jöjjenek és itt fészkeljenek, ezt ebben az évben is folytatni fogjuk. Jó hír a zöld hulladékgyűjtőknek, júniusig a következő három hónapra megvannak azok az időpontok, ami az eredeti mellett még plusz zöld hulladékgyűjtésre ad alkalmat, tehát április, május és júniusban havi két alkalommal lesz ebben az évben zöld hulladékgyűjtés. Mi igyekszünk a második fél évre is megteremteni ezt a lehetőséget, de egyébként azt tudni kell, hogy a második fél évben már egy óriási átalakuláson megy keresztül ez a maga a szemétszállítás is, a MOL kezébe kerül ez a folyamat is. Mi azon leszünk, hogy ettől függetlenül, mert remélem, hogy ez csak egyébként a szervezeti változást hoz be, ettől függetlenül a második fél évre is tudjuk ezeket a plusz időpontokat biztosítani, de egy tuti, hogy következő három hónapban lesz. Egyébként mindenről, a zöld hulladékról, a fecskefészek programról, az időhivartalanítás időpontjáról, muskátli vásárról, természetesen mindenkit tájékoztatunk egyrészt az újságunkban, másrészt pedig a honlapon és a Facebook oldalunkon. És végére hagytam egy nagyobb lélegzetvételű témát. Kint van már a lakosok előtt az úgynevezett integrált településfejlesztési stratégia, ami egy középtávon 2030-ig vázolná fel a város fejlesztési, fejlődési lehetőségeit. Nyilván ezt egy ehhez értő csapat készíti, akik feltérképezték a város jelenlegi helyzetét, és ebből, mostani helyzetből adnak majd javaslatokat és tanácsokat a testületnek, hogy gazdaságilag, lakosságilag, kereskedelmileg, hogy lehetne tovább fejlődni. Ennek a folyamatnak egy része az is, hogy megkérdezzük az itt élőket, hogy ők mit gondolnak erről, és egy erről szóló kérdőívet találnak meg a honlapunkon, nyissák meg, töltsék ki, és nyilván ez is ad egy támpontot majd nekünk is, de annak a cégnek is, aki ezeket a véleményeket összegzi, és ezeket is beteszi ebbe a tanulmányba. Sok kérdés visszatér, de nem azért, mert erőltetünk valamit, hivatalépítését, sportpálya helyét, közlekedést, hanem nyilván ugye más-más metodikában jelennek meg egyszer, ugye mit tart fontosnak, és utána meg még ezt be kell ötösnek, négyesnek, be kell osztályozni. Tehát nyilván ez nem a mi hóbortunk, hogy többször kérdezünk rá, hanem maga egy ilyen felmérésnek a metodikája néz ki, hogy visszatérő kérdések vannak, nyugodtan
x-eljenek, osztályozzanak, és ahol oda lehet írni, ott fejtsék ki a véleményeket, ha éppen olyan dologra gondoltak, ami nincs külön megjelölve. Ez erre jövő hét péntekig, lehet 5-éig, lehet kitölteni és beküldeni. Én mindenkit arra ösztönzök, hogy tegye ezt meg, ezzel is segít fel a munkánkat, hogy a város jövő fejlődését. Hát így egyszerűen ennyi lett volna, ami a testületülésre az elmúlt napokban történt, és nyilván a következő napok, vagy következő hetek, hónapok városban történő életét alkotni fogja.